Sziasztok, üdvözlök mindenkit a csatornámon! És igen, felkerült az idei év első videója. Bocsánat, hogy egy kicsit később jelentkezem most, de úgy éreztem az ünnepek alatt, hogy teljesen ki kell kapcsolódnom, úgyhogy nem videóztam semmit. A január eleje, az meg a január eleje. Rengeteg minden folyik a háttérben, úgyhogy most jutottam csak el eddig. Viszont aki Instagramon követ, az egy live-ban láthatta. Igazából ti adtátok az ötletet, én csak megkérdeztem, hogy tetszene az nektek, hogy megnézzük, hogy miből lettem ninja, miért tudok mindenhol szaltózni, bemutatom nektek, hogy én mit szoktam mozogni egy nap, egy héten. Illetve most 3 hét, mert megígértem, hogy 3 hetemet fogom bemutatni, ahol is a 7 napjai mindig felveszem, hogy mit mozgok. Remélem, hogy tetszeni fog ez a sorozat, csapjunk is bele! Hétfő! Szóval hétfőn bementem a volt munkahelyemre, az Oxygen 5-be, ahol a személyi edzéseimet tartottam, és aktiváltam a bérletemet, bejutottam, és ezennel el is kezdhettem a konditermi edzéseimet, ugyanis ezt is szoktam csinálni minden héten. Az utam egyből egy evezőpadhoz vezetett, ugyanis nagyon szeretek evezőpadon bemelegíteni, nagyon jól átmozgatja mind az alsó végtagot, mind a felsőt, nagyon jó keringésfokozó, úgyhogy innen indultunk. Ezt követően egy fekvenyomó pad alá feküdtem, hogy azért na csak megmutassam, hogy még mindig kitrom azt a rudat nyomni, igaz 40 kilóig jutottam el, hú, és a másnapról ne is beszéljünk, pihenőgyanánt egy pár hasprést csináltam. Ezt követően tolóckodással folytattam, és itt sem maradhatott el a has megedzése. Jöhet a húzóckodás, ezt még a vállam nem annyira bírta, most inkább ilyen fordított fogással fogtam, úgyhogy inkább a bicepszemen volt a fő hangsúly, majd visszatértem a talajra, és egy jó kis plank követte az egészet, ami örömmel mérte az időt. Na de nehogy azt higgyétek, hogy itt megálltunk, ezt követően Ramit megleptem egy csodálatos korizással. Igazából magamat is eléggé megleptem, főleg amikor az első lépéseket tettem a jegen. Nagyon instabil vagyok korén, de egész hamar belejöttem, viszont előtte megélesztettem a korcsolyámat, és egy ilyen mondat elhangzott a jégpályán, hogy uram, ez a korcsolya még nem volt megélezve? 10 éve használom ezt a korit, és nekem senki sem mondta, hogy meg kell élezni egy korcsát, lehet, hogy nagyon jól menne? Amúgy egész jól belejöttem már, egész nagy tempókat tudtam felvenni, illetve hát azért bohózkodtunk sokat, és Ramival egy kis romantikus, kézenfogós korcsolyázás sem maradhatott el. Kitaláltam egy olyan ötletet, hogy leteszem a GoPro-t a földre, és majd egy ilyen fú, ki fogom vágni a képkockát, hogy ráfarolok. Hát, mit ne mondjak. Ti szerettek korizni? Összességében nagyon élveztem, menni fogunk még. Kedd! Kedden, amikor kipattantam az ágyból, kipattantam az túlzás, arra lettem figyelmes, hogy olyan izomlázam van, minthogyha nem edzettem volna fél éve rendesen. Majdnem igaz is. Ezen a napon, a nap végén hengereztem egy hatalmasat, igazából csak erre volt erőm, fájós kis dolga, mert át akartam egy kicsit mozgatni, hogy ne legyen szerdán is hatalmas izomlázam, majd nyújtottam, ami még mindig szánalmasan gyengén megy. Rami segítségével azért most egy kicsit alakul, de ez egy nagy fogadalma, hogy sokkal többet nyújtsak. Szerda! Szerdán arra lettünk figyelmesek, hogy rengeteg hó esett le, és Ramival nagyon szeretünk a hóban futni. Leírásban van Raminak egy videója, hogy hogy érdemes télen futni, hogy kell felöltözni. Nagyon rétegesen felöltöztünk, és elindultunk a Hősök terén át. A Városligetbe futkoráztunk egy kicsit. Gyönyörű volt a Városligeti tó, gőzölgött, tele volt madarakkal. Elszaladtam egy fenyő alatt, amit megcsaptam, és a nyakamba zúdult egy csomó hó. Elszaladtunk egy street workout pálya mellett is, de nem szaladunk el úgy mellette, hogy nem húzózkodunk párat. Folytattuk a futást, és azt hiszem egy 6 kilométer lett a vége. Gyönyörű volt. Hóesés után menjetek el futni, mert nagyon jó. Ezután délután még Ramit bekísértem az Oxygenbe megint, és hasasztam egy hatalmasat, csináltam haspréseket, ilyen krallozást a lábammal, lebegőfelülést, és még sok mindent. Csütörtök! Szerdán megbeszéltük kedves bakos turbódízel Bence barátommal, hogy elmegyünk falat mászni. Így is tettünk, irány a Montex. Jó pár hónapja nem voltam már mászni, úgyhogy kicsit vissza kellett szoknom, gyötrelmesen rosszul ment az elején, de egész hamar belejöttem, és Bencevel nagyon jó útvonalakat találtunk egymásnak. Hát Bencének sokkal jobban ment, de azért volt egy-két felugrás, meg volt egy-két line, ami azt kell mondom, hogy nekem is elég jól ment. Uh,
hú, nagyon hiányzott már, és biztos, hogy minden héten el fogok menni falat mászni. Ezt követően én lustaságba bementem volna az öltözőbe, de ő nem hagyta, úgyhogy kint még erősítettünk. Igazából egy egész testet átmozgatós edzésen lettünk túl a végére, húzóckodtunk, hasra csináltunk egy csomó gyakorlatot, fekvőtámaszokat csináltunk, annyira elfáradtam a végére, de megérte, fú, nagyon jó volt, úgyhogy köszi, Bence! Pént jut eszembe? Képzeljétek el, síeléskor beadtam életem első hátraszaltóját snowboarddal. Nagyon durva, annyira brutál érzés volt, fú! Rég volt olyan, hogy valami nagy álmomat itt trükkbe beadjam, és ez nagyon elő volt, és nagyon érett, és nagyon éreztem, hogy ez menni fog. Úgyhogy Instagramon mindenképp kövess be, mert nagyon sok olyan extra tartalom van, nem is biztos, hogy a YouTube-ra felkerül. Ott is találtok egyedi tartalmakat. Na, kanyarodjunk vissza! Péntek! Pénteken egy cyberjumpos napot tartottunk, ugyanis már a testem kicsit kifáradt így a sok edzésben, a trampolin park meg, hát ez másképp fárasztó. Pörögtek, forogtak a szaltók, Zozó is ott volt, együtt is ugrottunk, csináltunk átra szaltó 360, illetve beadtam egy olyan kombót, hogy előre, hátra, előre, hátra, előre, hátra, egész sokat, egész jobb, belejöttem. Amit még sokat gyakoroltam aznap, az az volt, amikor a performance trambulinon a falra felfutsz és visszaesel, és csináltam közben egy 360-at is, ennek nagyon örültem, de ezt még gyakorolnom kell. Szombat! Szombati napra azt találtam ki, hogy felmegyek a Normafára sífutni. Kedves Szabó Milán Gábor volt olimpikon, barátom erre mindig kapó, úgyhogy nagy örömmel visz fel engem oda mindig sífutni, és most is nagyon jó volt. Sötétbe mentünk fel, ki volt világítva az út végig. Az elején nagyon nem ment, de azt kell mondanom, hogy a végére egész jól belejöttem, és nagyon élveztem. Na, hogy egy kicsit megszakítsam a narrációt. Szóval jöttünk sífutni, és ott van az Erzsébet kilátó. Felértem a tetejére, néma csend. Nincs itt senki, és amúgy király a sífutás, tök jó a pálya, és ja, ez a mai mozgás. Lefele még egy kicsit instabil vagyok, így nagy sebességgel lefele, fúha, hát voltak taknyolások, nem is kevés. Ja, na itt vagyok, csak kijöttem a nyomvájúból, megláttam Milán, megörültem, és egyben el is estem. Esti fényben sífutás. Azt tuti. És amúgy volt már itt nyáron egy videó, amikor sírolleresztünk, azt itt most megnézhetitek. Vasárnap! Vasárnap ismét a bakossalábbdal karöltve, kocsiba ültünk és lementünk Székesfehérvárra, ahol is a Cosmo Sportban egy ninja versenyen vettünk részt. Vagyis hát leginkább ők vettek részt ezen, én csak segédkeztem, mert a vállam még nagyon instabil. Három pályán kellett végigmenni a ninjáknak, az első az egy inkább egy ilyen gyorsabb pálya volt, a második már egy kicsit nehezebb, és tippeljetek, a harmadik az még nehezebb volt. Hú, nagyon jó verseny volt, amúgy rossz volt nézni a pálya mentén, nagyon szerettem volna részt venni rajta, de így is jó volt kicsit visszakerülni ebbe a közegbe, csomó ismerőssel ott találkozni, nagyon élveztem. Amúgy Mike szervezte ezt a versenyt, nézzétek csak, ő volt a plakáton annó rajta, amikor a ninját reklámozták. Még aztán! És hát nem tudtunk nyugodtan maradni, azért a végén elég nagy megőrülések voltak. Traktorkerekeket borigattunk, azokon szaladtunk át, fitballal dobáltuk egymást, meg fejelgettük össze-vissza, illetve amit mindig is ki akartam próbálni, hogy leteszünk sok fitballt egymás meg, és azon átcsúszni. Ezt mindig is ki akartam próbálni. Hú, hát ezt így végig gondolni, meg most így végig látva ezt az egészet, ez egy nagyon izgalmas hét volt, és nagyon élveztem. Videókra mindig azért összeszedi az ember, tudod, hogy nagyon extra tartalmakat mutasson, de nekem ez úgymond tényleg egy átlagos hétköznap, amiért nagyon hálás, nagyon boldog vagyok, hogy ezt így megtehetem. Mindemellett rengeteg munkát csinálok, és most oké, hogy itt megmutattam így a szóra, ez körülbelül a szórakozás részem, emellett azért rengeteget melózok, úgyhogy ja. Remélem, hogy tetszik ez a videósorozat, bármi kérdésetek van, vagy esetleg valami ötlet, amit szeretnétek, vagy kipróbáljak valamilyen sportot, azt írjátok le kommentbe, és bármiről, bármi kérdés van, én szívesen válaszolok. Ha tetszett a videó, akkor a következőről sem maradjatok le, iratkozzatok fel a csatornámra, dobjatok rá egy lájkot, és hamarosan találkozunk. Sziasztok! Úristen, ez tényleg föl lesz a YouTube-on! Úristen! Nagy Dani! Ez a Bakos Family. És amúgy nagyon ügyesen versenyeztek, szó...